Ugye ez már Arizona, nem Kalifornia, de annyira szép, és milyen nyugalom van itt. Eldöntöttünk, hogy megnézünk egy amerikai mozit, egy igazi amerikai mozit, a vaj adagolós popcornnal együtt. Na, mollik a vaj, az le a kukorcát. Na, rohanunk ki a reptérre, mert most Phoenixből Los Angelesbe repülővel fogunk visszamenni, és nem autóval. Nagy izgalommal várjuk, mert még ilyen belföldi járaton soha nem repültünk. Szóval elindultunk Arizona felé. Nagyon szép környéken vagyunk, ugye ez már Arizona, nem Kalifornia, de annyira szép, és milyen nyugalom van itt. Csodálatos nyugalom, ilyen szép kertvárosi övezet ez. Kaktuszok, tök jó. Széles utcák mindenhol, nagyon kényelmes így közlekedni, és a híres postaláda. Tök jó, annyira jó. Na, ilyet se látni máshol. Most nincs benne semmi. Tök jó. Ja igen, és hogyha van benne valami, akkor felállítják így, hogy tudd, hogy tettek bele valamit. Jaj, de klassz. Nagyon jó. Isten hozta a házunkban, de szép. Én annyira szeretem, hogy itt annyira ügyelnek a részletekre. Milyen szép ez az őszi koszorú. Annyira szép ez a látvány, ez a bokor, és ez a kaktusz. Csoda szép. Nagyon szép a környezet. Ó, és hát itt is a dekoráció természetesen. Valami gyönyörű. Boszorkányok. De cukik vagytok. Tököcske. Isten hozta. Szép rend. Gyönyörű tisztaság mindenhol. Nagyon szép. Na hát, ezek annyira szép dolgok. Gyönyörű ez is. Most ebben a csodaszép házban fogunk eltölteni 2 napot, itt Phoenixben, aztán visszamegyünk Los Angelesbe. További kalandok várnak ránk, de hát gyönyörű ez az egész. Ebben a gyönyörű környezetben fogunk most eltölteni 2 napot, itt Arizonában. Ilyen csodaszép virágokat és ezt a szép kaktuszt mi otthon nem látjuk, mert nálunk ilyen nincsen. Úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, hogy itt lehetünk most 2 napig. Megpróbálunk mindent megnézni, amit csak tudunk. Arizona, vagyis azon belül Phoenix felfedezését azzal kezdtük, hogy elmentünk egy igazi amerikai dinerbe, ebbe a régi amerikai étterembe, vagy legalábbis réginek kinéző étterem, de egyébként egy szuper hely. Eljöttünk ide reggelizni, vagyis inkább most már reggeli ebéd kombó, de hát micsoda szuper hely ez. Mint a filmekben úgy néz ki. Hát ez csodálatos. Régi amerikai filmekben mutogattak ilyen dinnereket. Hát milyen csodálatos, de jól néz ki. Nem megy. Moli, gyere. Na, próbálj ki. One more time. Úristen, de jó ez a hely. Ez zseniális. Hello. Jó kis jukebox. Azta. Remélem működik is, mert nagyon szeretném kipróbálni. Ez csodálatos ez a hely. Akkor nézzük a menüt. Itt mindenféle étel van, nem csak reggel, hanem délben, este is lehet ide jönni. Például hamburgerek, szendvicsek, különféle italok nyilván, és itt a másik oldalon vannak a reggeli ételek, palacsinta, amit majd fogunk is rendelni. Aztán omlett, de vannak saláták és levesek is. Itt éppen próbáltunk életet lehelni ebbe a jukeboxba, vagyis pénzbedobós zene automatába, ami az 50-es években is már nagy sikernek örvendett. Sajnos valamiért nem volt hajlandó működni, dobtunk bele pénzt, mindent jól csináltunk, sajnos nem működött. Még ez a hangszóró is ilyen régi, de klassz. Ennyit megenni. Úristen, de jó. Yes, I would. Okay. I don't see any on that. Oh, ez az igazi mac and cheese. Kóstold meg. Yeah. Úristen, de klassz. Jó, de jó. Ú, de jól néz ki. Te tudsz ilyet főzni, Anna-Mari? Quinty, jó, de jó.
Ez csak egy ilyen kis aprócska reggelicske. Igazi amerikai palacsinta, elképesztő. Ezzel az igazi amerikai palacsintával számtalanszor próbálkoztam már itthon is, nem lesz olyan, mint ott kint. Hasonló lesz, az is nagyon finom lesz, de nem lesz ilyen, verhetetlen juharszirupal és ezzel az eperrel a tetején. Na, próbáljuk ki a zenét, a jukeboxot. Egy 25 centes, és akkor most ezt a, mondjuk legyen az első, the first. 16-1-6-0-1. And then... Még kell valamit? Hát sajnos nem indult el ez a zenegép, pedig annyira szívesen meghallgattam volna, hogy milyen hangja van, de sajnos hiába próbálkoztunk, nem akart működni. Have a nice visit, you girls. Thank you. Most végeztünk ebben az igazi amerikai reggelizőben, ami vacsorázó is egyszerre, és nagyon nagy élmény volt, tényleg. Szóval igazi amerikai palacsintát enni egy autentikus amerikai helyen, mennyi madár van itt. Akkor ez az igazi amerikai reggeli, amit tettünk, láttátok, ez a mac and cheese, az mondjuk nem reggeli, nem feltétlenül reggeli étel, lehet az ebéd meg vacsora is, de ahogy itt készítik, az valami egészen különleges, tehát semmiképp nem olyan, mintha mi ezt otthon elkészítenénk. Tehát ezt akartuk látni, érezni, hogy egy igazi amerikai helyen együnk úgy, ahogyan azt az amerikaiak készítik, és hát ugye ehhez most szerencsénk volt, és nagyon nagy élmény volt. Már maga az épület, ahogy mutattam, ahogy ezek kinéztek még régen, meg hát ugye most is van még egy-kettő ilyen példány. Mennyi madár van itt? Nagyon jó. Olyan gyönyörű idő van itt Arizonában, olyan szép, ilyen 25 fok van, csodálatos, ilyen tavaszias idő. Szóval ez az igazi amerikai étkezde nagyon-nagyon nagy élmény volt, úgyhogy végre kipróbálhattuk. Nézzünk valami ruhát is ebben a bevásárlóközpontban, bár nem nagyon akarunk ruhát vásárolni, de ha jó árban van, akkor miért ne? Ez egy jó hely. Annyira gyönyörű idő van, hogy ez elképesztő, ilyen nyári meleg, 27 fok, 27. 8. Csodálatos, ki lehetne feküdni napozni, tényleg mondjuk itt a parkolóban nem annyira, de szuper. Na nézzük, milyen szép ruhákat találunk. Kint 28-29 fok, itt pedig már karácsony van. Ez igen. Azért érdekes lehet karácsonyozni itt Arizonában, meg Kaliforniában, ahol tök meleg van. Még akkor is. Molly, nézelődjél, mit vigyünk haza, valamit. Azért kellene valami ilyen karácsonyi, ha befér a csomagba. Ezt úgy megvenném. Ja, meg ezt vigyük haza, ha befér a csomagba? Advice from a snowman. Ne naposz túl sokat. Hát ne. Hát igen, azért jöttünk, hogy ruhákat nézegessünk, de hát itt aztán olyan csoda dolgok vannak, hogy elképesztő az a hógömb, jaj, de aranyos, Istenem. Na itt aztán, ha valahol tudnak karácsonyozni, $15, akkor itt tudnak. Jaj, de szép, na nekem ez tetszik. Mollikának az a hóemberes tetszett, nekem meg ez. Azért van itt még őszi dekoráció is, jaj, de jó. Szellemek és a manók mindig szeretettel látott vendégek. Ilyen karácsonyos, Mickey Egeres-szerű, de jó. Karácsonyos hivatagban. A sivatagban. Hát ott még nem karácsonyoztunk, igen. Mennyi gyertya? Na én otthon ezt hiányolom, hogy annyira kevés választék van ilyen tök jó gyertyákból. Peppermint twist, autumn breeze, ilyen őszi illat. Ez is peppermint. Szagold meg azt, kicsi. Ezt nézd, ez is ilyen karácsonyos. Ez a borsmenta cukorka illat. Ez inkább... Nem annyira? Inkább édes. Édeskés. Na őszi gyertyából otthon aztán tényleg minimális. Minimális. Milyen illata van? Hát itt írja, hogy zöldalma. Zöldalma? Igen. És karamell. Na nézzük a legfrissebb vásárlást. Ez ilyen fahéjas tekercs. Ezt mindig vágytunk rá, hogy ezt kipróbálhassuk, mert Magyarországon ilyen nincs. De jól néz ki. És ez a másik, amire megint csak nagyon vágytunk, ez pekándiós pite. Ami nincs Magyarországon, sőt, pekándiót is csak ritkán látok így üzletekben. Ó, de jól néz ki. Na hát ezt most akkor megkóstoljuk. Ez csokis kuki, vagyis ez a keksz, ilyet szoktunk otthon sütni. Na de hát nyilván ez autentikus, eredeti amerikai,
ami nyilván más lesz. Tej. Fat free, az mit jelent egyébként, hogy zsírmentes tej, zsírszegény tej? De az mennyit jelent? Olyan 1,5%-os lehet? Nincs, ebben nincs. Még annyi se? Semmi. Tényleg? Azta. Aztán tojáslikör, ez is de klassz. Na, ez sincs nálunk. Abszolút. Ez igazi karácsonyi ital, ez a tojáslikör. Szerintem idén karácsonykor kipróbáljuk, csinálok ilyet. Tonik. Szalámi. Ilyen szalámi, olyan szalámi. Pepperoni, ez ilyen csípős, ugye? Milyen sajtot szoktatok enni? Monster cheese, hasonló a magyar. Ja, aha, tök jó, ez ilyen reszelhetős. Igen, a trapista az a legkedveltebb nálunk. Pont ilyen csomagolásba vettünk most otthon szőlőt. Pont ilyen. Tök jó. Az áfonyát nagyon szeretjük, csak sajnos Magyarországon nagyon drága, tényleg. Úgyhogy figyelni kell az akciókat, de és nincsenek ekkorák. Tehát itt akkora szemek vannak benne, amilyet mi nem is nagyon szoktunk Magyarországon látni, úgyhogy ez üdítő dolog. Avokádó. Mit fogsz készíteni az avokádóból? De jó, guacamole. Paradicsom. Szép nagyok. Banán. Kenyérke. Mi is szeletelt kenyeret veszünk otthon. Sokkal praktikusabb, nem vész kárba, hogyha valam, ha nem esszük meg. Azonnal lefagyasztom, és nem dobunk ki élelmiszert. Na, ilyen sincs nálunk, ez a rizspuding, illetve külföldi gyártóktól azért van. Igen, ez ilyen krémes tejber is. Nézzük reggelire ezt a fahéjas tekercset, amit nálunk ugye így nem lehet kapni, itt viszont nagy sláger, meg is értem, hogy miért, mert elképesztően finom. Na nézzük, Moli, melyiket választod? Légy szíves, válasszál az egyiket. Megmelegítjük egy icipicit. Ú, de jól néz ki, te jó Isten! De jó, mert folyik rajta ez a máz. Na milyen, cica, milyen a... Olyan finom, mint amilyennek gondoltuk? Eldöntöttünk, hogy megnézünk egy amerikai mozit, egy igazi amerikai mozit, a vaj adagolós popcornnal együtt. Jegyet megvettük, most már popcorn kell mindenképpen, mert itt lehet rá folyatni vajat. Na, Mollika, vajazz le a kukoricát. Te jó ég, ez nem áztatja el, ugye? Csak nem. Tedd bele, de elég már. Egy kicsit önts bele, és akkor tudsz még. Még önst, és abba, még az aljába, mert oda nem ment vaj. Na, ilyet még nem láttunk, ilyen vaj adagoló automatát. Butter flavoring. Jeget kérsz? Nem. Nem. Van itt vaj, cherry, fanta, blue raspberry. Jézusom, legyen, milyen legyen? Ginger lime. Akkor ginger lime most, vagy mit tudom én. Ginger lemon or lime? Tök mindegy, amelyik lime, közelebb van. Az egyik olyan, mint a másik. Úristen, mennyiféle kóla van itt. Rakd fel a lábadat, nyom meg. Júj! Oké, és itt a mozi. Oké. Na, rohanunk ki a reptérre, mert most Phoenixből Los Angelesbe repülővel fogunk visszamenni, és nem autóval, mert így most jobban jön ki. Hát időben mindenképpen, mert 1 óra lesz az út, és nem 5,5 vagy 6 óra. Úgyhogy nagy izgalommal várjuk, mert még ilyen belföldi járaton soha nem repültünk. Természetesen késésben vagyunk, úgyhogy rohanunk a gépre. Megérkeztünk végre a gépre, elképesztő. Majdnem lekéstük, igaz?
megyünk Los Angelesbe ezzel a járattal. Tök jó. Még sose utaztunk amerikai belföldi járaton, most először. Egyébként nagyon jók a tapasztalataink, nagyon izgalmas volt az egész, de majdnem lekéstük a gépet, úgyhogy ezt majd legközelebb megpróbálunk kicsit hamarabb kiérni. Amúgy olyan pici ez a gép, nézzétek meg, olyan kis picurka, de tök jó volt ezt is kipróbálni. Ez most nem a Los Angeles-i Lux, vagyis a nagy repülőtér, hanem a Long Beach-i, egy kisebb. Ez is nemzetközi, úgyhogy most hívunk egy taxit. Most először kipróbáljuk a lift alkalmazást, amivel hívunk egy autót, hogy hazavigyen minket a szálláshelyünkre. Tök érdekes, mert ezt se próbáltuk még itt ki, hát majd most. Egy nagyon jó pofa taxisofőr jött értünk, aki végig beszélgetett és nevetgélt, úgyhogy tényleg nagyon jó kis utunk volt. Egyébként azért késtük le majdnem a gépet, mert volt nálunk két gyertya, amit valami veszélyes tárgynak nézhettek, mert nagyon sokáig vizsgálgatták őket, úgyhogy emiatt tényleg az utolsó percben értük el a gépet. Nagyon örülünk, hogy át tudtunk látogatni Arizonába, innen is köszönjük a barátainknak, hogy segítettek. A két államot össze se lehet hasonlítani, de mind a kettő gyönyörű, és mind a kettő óriási élmény.